Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Gondoltak már arra, hogy mit tesz egy elegáns autót különleges presztízs járművé? Most ha velünk tartanak a következő fél órában, ebben az elegáns BMW szalonban igyekszünk majd közelebb jutni a megoldáshoz. Az idén éppen 90 esztendős az 1916-ban megalapított BMW, a Bayerische Motorenwerke, mely márka a kezdetektől fogva fontos szereplője a mobilitás korszakán. Eleinte repülőgép hajtóműveket, később motorkerékpárokat, 1929-től napjainkig pedig a személygépjárműveket fejlesztették, mindig magas színvonalon. 1916-ban a mobilizáció hajnalán megalakult az elsősorban repülőgép hajtóművek gyártására szakosodott Bajor motorgyár, a BMW. Több repülős és motorkerékpáros világrekord felállítása után 1929-ben a Dixivel megkezdik az autós piac meghódítását is. A 30-as években már a müncheni székházban fejlesztik a 3-as sorozat modelljeit, 1938-ban a 328-as Roadster meg is nyeri a kor talán legnevesebb versenyét, az olasz Mille Miglia-t. A háború után az összes BMW gyár romokban hever. Az 50-es években az 501-es, majd az érdekesen az orrrészből a kormánnyal együtt előre nyíló ajtajú Isetta fémjelzik a szerényen bár de újra éledező kék-fehér márka erejét. Az 50-es évek második felének igazi sztárjai voltak az akkori aranyifjak kedvencei, a mai Z4-esek vagy még inkább a Z8-asok elődei, az 503-as és 507-es modellek, melyekből mindössze néhány száz példányt hoztak forgalomba. 1965-ben a BMW 25 évre leállítja a repülőgép hajtóművek gyártását. 1968-ban BMW képviselet nyílik Magyarországon. A 70-es években a Forma 2-ben és az európai túrautók versenyében is sikert sikerre halmoz a Bajor márka. 1980-ban megkezdik az ABS gyártását és az F1-es hajtómű fejlesztését. 4 éven át BMW motorkerékpárok nyerik a világ legnehezebb terepversenyét, a Dakart. 1982-ben a BMW már 6-szorra nyeri az európai Forma 2-es versenyt, egy évvel később pedig Nelson Piquet révén egy Brabham BMW-vel a Forma 1-es világbajnokságot. Ezzel egy időben megkezdik a dízelmotorok, illetve a katalizátorok beszerelését az utcai autókba. 87-ben M3-as BMW nyeri a túrautó világbajnokságát. 90-ben már harmadszor nyeri a 3-as, az 5-ös és a 7-es sorozat a világ legjobb autója választást. 2000-ben visszatérnek a Forma 1-ben, mindjárt csapatbajnoki harmadik helyezéssel, és ezt a remek eredményt egy évvel később is sikerült megismételni. A 2 és 3 literes 160, illetve 230 lóerős erőforrások kategória elsők és iránymutatóak a konkurensek számára is. Magyarország EU csatlakozásának napján 2004. május 1-én a BMW és a Mini márkák forgalmazásával kezdi meg munkáját a BMW Magyarországi leányvállalata, a BMW Magyarország Kft. Most ennyit a múltról, de nyilván nem lényegtelen az sem, hogy a jelenben milyen körülmények között vannak tálalva ezek a nem hétköznapi autók. Nyilván van valami, ami a BMW-t megkülönböztet a többi presztízs márkától, az ügyfelek kiszolgálását, vagy esetleg az autó bemutatását illetően. Alapvetően én úgy gondolom, hogy minden presztízs márkánál, minden prémium márkánál nagyon fontos, és talán a legfontosabb a szolgáltatás. Emellett természetesen nagyon fontos a termék is, és minden prémium márkánál megfelelő minőségű, magas minőségű termékről és szolgáltatásról beszélhetünk. Mindamellett a BMW-ről köztudomású, hogy ami összehozható a márkával, az első sorban a dinamizmus, sportosság. Tehát amellett, hogy kényelmes, mint minden más prémium márka, amellett, hogy minden technológiai újdonságot magában hordoz, igazából aki úgy érzi, hogy aktív életmódot kíván élni, azt gondolja magáról, hogy dinamikus és ehhez megfelelő autót választani szeretne magának, az mindenképpen a BMW szalomban jól jár. Hogy mennyire dinamikusak ezek az autók, azt látjuk majd hamarosan a tesztfilmeken. Viszont mi az, ami, ha már beszéltünk el, ugye a termék az önmagában nem csak az autó, mint egy másfél-két tonnányi
fém szerkezet, hanem a szolgáltatásokkal együtt nyeri el végül is az egyéniségét. Mitől kap más, vagy milyen módon kap más szolgáltatást egy vásárló, ha ide tér be más márkákkal szemben? A BMW márkakereskedéseknek szerte Európában nagyon szigorú standardeknek kell megfelelniük. Ez az épület önmagában hordoz egy 1200 négyzetméteres szalont két szinten, BMW Mini és BMW motorkerékpárok értékesítésére, van egy 1000 négyzetmétert meghaladó szervizünk, és emellett van egy 800 négyzetméteres minőségi használt autókkal foglalkozó szalonunk. Ez mind nem csak méretében, hanem minőségében úgy került kialakításra, hogy megfeleljen a 21. század követelményeinek. Ezek Európai Uniós követelmények, és ezek hosszú távra biztosítják azt, hogy prémium márkák vásárlói prémium szolgáltatással szembesüljenek, legalábbis a BMW márkakereskedésekben. Egy-két konkrétumot is hallhatnánk? Kiemelhetném a standardek közül talán azt, hogy az ügyfelek pontosabb és gyorsabb, hatékonyabb kiszolgálása érdekében szabályozott, hogy bemutató térben hány lux fényerőnek kell minimálisan lennie, ugyanígy a szervizben minimálisan 500 lux fényerőnek kell lennie a munkaállomásoknál. Ez ugye a munka minőségét is mindenképpen elősegíti, magas minőségét természetesen. Emellett meg van határozva, hogy honnan szerezhetünk be, tehát központilag szerezhetünk be célszerszámokat. Minden emelőnek meg kell felelnie bizonyos teherbírás követelményeknek, 2000, illetve 3000 kg-ot kell bírniuk. Tehát én azt gondolom, hogy mind a két területen, tehát értékesítés is, after sales területen is, minden standard abba az irányba mutat, hogy kiszolgáljuk az ügyfelet, és megfelelő módon szolgáljuk ki az ügyfelet. Mi az ügyfélköre a BMW-nek Magyarországon? A BMW ügyfélköre elég jól beazonosítható, mint Magyarországon, mint szerte Európában. Alapvetően egy férfias márkáról beszélünk, ugye említettem, hogy dinamizmus, sportosság az az első két szó talán, ami eszébe jut az embernek a BMW márka hallatán. Ügyfélkörünket azt több csoportba oszthatjuk, azt szerint is, hogy magánemberek vagy pedig cégek vásárolják a BMW-t, mint márkát. Azt tudom mondani, hogy természetesen tehetősebb magánemberek, illetve kisvállalkozások vezetői is az ügyfélkörünkben tartoznak, de kiemelt figyelmet fordítunk az úgynevezett flotta értékesítésre. Bizonyos cégeknél a különböző sorozatok megfordulnak, egyre örömmel mondhatom, hogy egyre nagyobb számban, mint szolgálati autók. Kiemelt tekintettel gondolok itt az ötös sorozatra, amelyik cégvezetők esetében lehet egy választás, illetve a hármas sorozat, sőt akárbár az új egyes sorozat is, amelyik nagyobb számban akár középvezetői szinten is megfordul bizonyos cégeknél. A korábbiakban a BMW csak a közép és felső kategóriában aratott, a közelmúltban megjelent egyes szériának köszönhetően azonban a Golf osztályban is megkezdte az előrenyomulást. Végre kipróbálhattuk a legkisebb BMW-t. Végre egy sportos, hátsó kerékhajtású kompakt autó. Végre egy nagy teljesítményű dízel, melyben az erő forszírozott előcsalogatása alapjárattól 3000-ig sem jár teherautós morgással. Hát az autó azért, ha kicsi is, azért mégiscsak BMW, ezt érezzük már rögtön a kormány megfogásakor. Sőt, még előbb, még amikor beülünk az ülésbe, és hát egy teljesen másfajta feeling fogad, mint bármely más ilyen kompakt kategóriájú autóban. A motor indítása ugye egy nagyon sajátos művelettel, manapság egyre divatosabb gomnyomásos technikával történik, és egészen meglepő módon a dízelektől megszokott kemény, kergő hang legalábbis itt belül az autóban nem hallható. Kifejezetten sejmesnek tűnik a járása, nem csak állóhelyzetben, menet közben is, sőt akkor egyre inkább. És hát az óriási nyomaték az azért már városban is, de kint az országúton meg még inkább érezteti a hatását. Váltó rettető, könnyen, pontosan kapcsolható, véletlenül sem lehet eltévedni a fokozatok között. És hát ez a hat sebességi fokozat azért elég nagy mozgásszabadságot ad az embernek. Egyrészt gazdaságosan lehet menni a 6. fokozatban, amíg fogyaszt az autó, szinte termeli a gázolajat. Másrészt pedig szükség esetén visszakapcsolgatva, igen,
komoly, a benzineseket is megszígyenítő dinamikusra tehetünk szert. Nem kevesebb, mint 163 lóerő és 340 Nm-nyi nyomaték áll rendelkezésre, és kerül kihasználásra is minden közlekedési lámpától való rajtolásnál. Ki tudna ellenállni ekkora kísértésnek? 8 másodpercen belüli gyorsulás, jóval 200 feletti végsebesség, és mindehez a hátsó kerékhajtás adta vezetési élmény, amit leginkább a menet stabilizáló DSC rendszer kikapcsolásakor élvezhet. Utóbbi ezekhez a teljesítményekhez igazán kiváló, főleg kanyargós szerpentineken élvezetes, kis hibája, hogy a magyar utak hibáit, az utak keresztbordáit elég egyértelműen jelzi a bentülőknek. No de hát nem egy luxus limuzinban ülünk, hanem a kompakt kategória talán legsportosabb autójában, ahol mégiscsak a teljesítmény és a feszes hangolás a kiváló úttartás a lényeg. Kemény, főleg a pesti kemény gödrös kátyús utakhoz képest, viszont autópályán, illetve kanyargós hegyi szerpentineken ez nagyon jó szolgálatot tesz, és legyünk őszinték, egy ilyen autó elsősorban jó minőségű utakra készül. Ezt nem tudhatták a magyar mérnökök, vagy Magyarországon a 21. század elején is ilyen honfoglaláskori állapotok uralkodnak majd a közutakon. Elől semmi panaszunk nem lehet. A széles határok közt állítható ülések és a kormány is mindenki számára megfelelő pozícióba hozható, és átlagos termető vezető mögött még a hátsó üléseken is elfogadható méretű a hely. A beltérben felhasznált anyagok minősége, illetve az ajtókon szinte sehol nem használt szövetkárpit hiánya már némi fanyalgásra késztetheti a kritikus szemlélődőt, de a kitűnő minőségű gyári hifi hangzása feletteti búnka. Közül a gáz gyorsan, a kék pontosan reagál, a kuplunk sportosan kemény, a hadsebességes váltó karja viszont bár pontos, de nem túl sportosan hosszú útakon jár. Nagy előnye viszont, hogy a hadsebességnek köszönhetően a dinamikus autózás mellett is viszonylag elfogadható szinten tartja a gázolajfogyasztást. Itt aztán vége is a gazdasági előnyöknek. A vételár ugyanis, bár a közvetlen vetétárs A3-as Sportback-kel harmonizált, mégis borsosnak tűnik. 7 és 9 millió között van felszereltségtől függően. Aki olcsóbbat akar, annak ott az egyel kisebb dízel vagy az 1.6-os benzines. Az elektronikai ötletek sora, mint az egymást helyettesíteni képes tartalék izzók a lámpákon belül, vagy a foglalatában önmagát töltő távirányítós SUSZ kulcsegység, és az akkumulátor óvó rendszer is mind megtalálható az alapmodellekben is. Mint ahogy a Chris Bangle által megálmodott masszív, mégis játékos élekkel és hajlításokkal gazdag forma is vitathatatlan vonzerej lehet bármely egyes BMW-nek, de biztosak lehetünk benne, hogy a legtöbbet ebből az erő- és nyomatékbajnok 2 literes dízelből, illetve a Genfben bemutatott 3 literes benzinesből adják majd el világszerte. A 3-as széria talán a legismertebb modellcsaládja a BMW-nek, melynek sportosabb változatai a különböző országok túraautó bajnokságaiban is szép sikereket értek el. BMW. Ez a három betű sok autós számára valami olyasmit jelent, mint a honi fociban az FTC. Vagy feltétel nélkül szeretjük, hibáival együtt, vagy okkal, ok nélkül irigykedve fújolunk rá. Nos, legyünk őszinték, a kék-fehér 3-as, a talán gyengécske hasonlatként szóba hozott zöld-fehér FTC-hez hasonlóan egy-két modellében inkább csak a múlt szép emlékeiből élt, sokan joggal kifogásolták szűkös belterét, főleg a hátsó sorban, amely konzervatív hajtás láncát, mert hogy miközben már szinte mindenki
minden márka átállt a fronthajtásra, a bajorok ragaszkodtak a sportautóknál alaptöltelmének számító hátsó kerékhajtáshoz. És milyen jól tették, hiszen mindenféle elektronikus segédletek kikapcsolásával, vagy néha azok ellenére is hihetetlen stabilitással ragaszkodik az úthoz az autó, köszönhetően a remek súlyelosztásnak, az üzemanyag tartályt és az akut is a hátsó tengely mögé helyezték, no meg a messzeföldön híres, nagyszerű futóműnek és kormányzásnak. Ez utóbbi, mármint a kormányzás szervója egyébként sebesség függően felkeményedik, illetve érzékenyebb lesz például 150 feletti autópálya tempónál, a 6-os kupékhoz hasonlóan minimális mozdulatokkal lehet határozott irányváltásokat elérni. Sajnos a sport szempontból kitűnő, a kerekeket állandóan az úthoz tapasztó futómű velejárója az is, hogy a minősíthetetlen fővárosi utakon szinte minden egyenetlenséget, csatorna federet érezhetővé tesz az utastérben is. De nem is feltétlenül városi cirkálásra, munkába járásra szánták tervezői ezt a sportdízelt, sokkal inkább hosszú távú gyors utazásra, hegyi szerpentinekre, ahol igazán érvényesülhet a futóműhez felnőni képes kétliteres 163 lóerős dízelmotor 340 Nm-nyi nyomatéka. Mindehez még ráadásul takarékos is, hiszen 8 liter fölé csak nagyon extrém hajszolás mellett lehet felküzdeni a fogyasztást. A korábban fanyalgóknak pedig örömmel jelenthetem, hogy kategóriája talán legtágasabb, mindenképp legkényelmesebb utasterű autója lett az új 3-as, hiszen mind az A4-es, mind a C-mercit lepipálja az első üléseken tapasztalható szélesség, és főképp a hátsó traktusban észlelhető jelentősebb megnőtt lábtér miatt. A csomagtér is elfogadható, 460 literes befogadó képességűre nőtt, köszönhetően a defekttűrő, 150 km-nyi tartalékkal rendelkező gumiabroncsoknak, melyek miatt egy pótkeréknyivel több a hely a csomagtartóban. Szándékosan hagytam a végére a külső-belső formákat, az esztétikumot, amely úgyis megosztja majd a nézőket javarészt szimpátia alapon, hiszen aki szereti a BMW-ket, az új 3-ast is szeretni fogja, aki meg nem, annak hiába is magyarázzuk, a gyönyörűen felkanyarított szélű xenon reflektorok praktikus és esztétikus foltáról, a kecses, mégis robusztus karosszéria biztonsági tartalékairól, az csak az enyhén távol-keleti beütésű, semmiképp nem presztízs autós hátsó lámpa kialakítást, vagy az ügyetlen és az Opelekét teljesen feleslegesen utánzó elektronikus index kapcsolót fogja látni, mert hogy ő nem szereti a hivalkodó sportos limuzinokat. Mi viszont szerettük nagyon is ezt a végre kicsit érzelmekre is ható, vagány és mégis komfortos, dinamikus, de mégis takarékos. Az 5-ös szériát már 1972 óta gyártja a BMW, amely egy modell családra után nem túlzás állítani, hogy minden szigorú vizsgán kiállja a próbát és megérdemli az 5-ös osztályzatot. A BMW 535D a már az 530-asból jól ismert 3 literes dízelmotor, két turbó feltöltővel izmosított változata, a korábbi 218 helyett már 272 lóerőnyi teljesítménnyel, 500 helyett már 560 Nm nyomatékkal. Az igazi fejlődés a hatalmas teljesítmény növekedésen túl, hogy ennek az óriási nyomatéknak a 95%-a már 1500-as fordulaton is érezhető. Ugyanakkor dízel voltához mérten meglepően pörgős is az erőmű, hiszen a maximális teljesítményt 4400-as főtengely fordulatnál éri el, de hosszas gyorsításnál akár 5000-ig is elpörög. Hogy valami apró rosszat is mondjunk, bizony a hátsó kerék is elpörög néha, időnként kellemetlen helyzetbe hozva a vezetőt. Egy ilyen alkalommal egy murvás, lejtős garázs feljáróban akadtunk el, mert kifelé tolatva a terheletlen hátsó kerék bizony csak egy helyben pörgött az óriási nyomaték ellenére, vagy épp amiatt. De félre a fanyalgással, egyéb iránt az utóbbi idők legjobb tesztautója, amit vezetni volt alkalmunk. Igazi luxus limuzin, erőteljes sportos beütéssel, már ami a menetteljesítményeket illeti. A 6,5 másodperces gyorsulás és a 250-nél leszabályozott végsebesség nem is tükrözi teljesen azt a félelmetes érzést, ami a vezetőt hatalmába keríti a volán mögött. Bár a motorhang messze nem dübörgő, sőt dízel létére szinte nem is hallható, az erő mindig velünk van. A hatalmas nyomaték már az alapjárat fölött néhány száz fordulattal magával rántja a terhelten közel 2 tonnás vasat, és a gyorsulása a végsebességig szinte töretlen.
Mindez ráadásul meglepően szerény, 10 liter körüli átlagfogyasztás társul, ami persze az autó felszereltségétől függően 15-20 millió közötti vételárát figyelembe véve nem lényeges gazdaságossági szempont, de pontosan jelzi a csúcs dízel kifinomult technikai igényességét. Ez az igényesség jellemzi az autó külső-belső formavilágát, a kényelmi és biztonsági extrákkal való ellátottságát is. A dizájn a korábbi konzervatívabb vonalvezetés kedvelői számára sokáig nehezen volt elfogadható, szerintem kifejezetten szép és a dinamikus képességeket tükröző. Különösen a lámpák formája egyéni és nagyon szerethető, szinte emberi pillantásokra emlékeztető. A beltér full bőrkárpitja tökéletes minőségű, és az első ülések ezerféle állíthatóságával tetszés szerint lágyan simogatja, vagy keményen sportosan tartja a bentülőt. A 7-es szériában megismert e-drive, sokat szelídített változata okoz ugyan még némi fejtörést a bonyolultabb kérések teljesítésénél, de lényegesen jobban kezelhető már, mint elődei. Remekül irányítható vele például a csodálatos hangzású hifi rendszer, a légkondi és számtalan egyéb funkció. Az automata váltó ilyen sportos teljesítményekre képes autóban általában zavaró szokott lenni, itt azonban még a kézi funkció kapcsolása nélkül sem volt hiányérzetünk. Annyira gyorsan és szinte észrevétlenül teszi a dolgát, hogy mellette 100%-ig az útra, a vezetés élményére koncentrálhat az ember. Nem is szabad másra, főleg ha a DSC-t kikapcsoljuk, ugyanis ilyenkor élvezetes táncba vihető a hátsó kerékhajtás révén a járműfara. Aztán, hogy az ilyen játékok lehetősége megére 1,5 millió forint plusz kiadást az 530D, ugyancsak nem spártai felszereltségű modellhez képest, az kiki dönts el maga, szíve és pénztárcája szerint. A felső vezető réteget megcélzó 7-es sorozat a közelmúltban megújult, és még az itt láthatónál is szebb orrészt kapott. Nézzük, hogy miben új ez az új 750-es BMW, mennyiben más, mint a régi, formáját, illetve a műszaki tartalmat tekintve, illetve mi az, ami miatt egy kisebb fajta műszaki előadást kell meghallgatni annak, aki szeretne ebbe az autóba beülni. Elsősorban nézzük meg, hogy az új megváltozott 7-esnek más lett a külső formavilága. Teljesen új első részt kapott, más az orr kialakítása, más lámpatestjei vannak az autónak. Vadonatúj motorokat kapott, majdnem mindegyik motor erősebb, nagyobb teljesítményfokozattal rendelkezik. Konkrétan ez milyen, amivel most ülünk? Ez a 750-es injektoros motor, 4.8-as motor, több mint 370 lóerőt tud biztosítani, ennek megfelelően 5,9 másodperces a gyorsulása. Végsebessége természetesen 250 km/h korlátozva van. De nyilván tudna többet, ha kéne. De természetesen sokkal többre is képes lenne a motor. A teljesítményhez méltó 20 colos kerekeket kapott a jármű, gyönyörű formavilágú külső visszapillantó tükröket kapott. Beszállni sem egyszerűen és hétköznapi módon lehet az autóba, illetve akarjuk, akkor nagyon is egyszerű a nyitás. A beszállás segítő rendszernek egy fontos része, hogy a kulcsnak az aktív használata nélkül is lehet nyitni az autót és zárni. Ehhez segítségünkre van a puha behúzása elektromotorok segítségével mind a négy ajtónak, plusz a csomagtartónak egyaránt. Megváltozott az autó hátsó formavilága is, elegánsabb, szebb lámpatesteket kapott. Az autó most már nem csak elől és az ajtóknál, hanem a hátsó lámpatestekben is száloptikai megoldásokat kapott. Száloptikai vezetékek fogják a hátsó világítást biztosítani. És úgy tudom, hogy kiváltják egymást a különböző fénytestek, hogy esetleg valamelyik elromlana, ugye, ami nyilván ritkán fordul elő. Amennyiben a helyzetjelző lámpa tönkre megy, más lámpatest képes ennek a helyébe lépni, és ugyanazt a világítási funkciót ellátni. A távirányító nyitógombjának folyamatos nyomvatartásával le tudjuk húzni az összes ablakot és a tetőablakot. De ennél az autónál létezik egy második távirányító is, melynek segítségével a jármű zárt állapotában a módgomb megnyomásával, majd az on-gomb rövid idejű benyomásával a gépkocsi motorját elindítva
a légkondicionáló berendezés bekapcsolásra kerül, ezáltal biztosítva azt, hogy a gépkocsihoz érve már kellemes, jó közérzetet tudjunk biztosítani a gépkocsiba ülők számára. Ha már a komfortról esett szó, nézzük, hogy mennyire kényelmes az autóba belül nem csak a klíma, hanem akár az üléshelyzet is. Négy előválasztó gomb közül lehet választani az ülés beállításához. Kiválasztjuk, hogy az üléslapot, vagy a háttámlát, vagy a deréktámaszt szeretnénk beállítani, majd ennek a kis kapcsolónak a mozgatásával tudjuk a különböző beállítási pozíciókat elvégezni. Automata sebességváltóval rendelkezik a jármű, amelyet háromféle módban, előválasztó módban lehet kapcsolni, vagy automata módban, vagy ennek egy sportos változatát kaphatjuk meg ennek a gombnak a megnyomásával. Illetve manuális gombnyomásos sebességváltás és nyírikmód, úgy látom a kormány elhelyezett gombokból. Illetve manuális mód is rendelkezésre áll. Ebben az esetben a kormány elején és hátulján levő gombokkal lehet a fel- és visszaváltást megvalósítani. Az elmúlt percekben tehát a BMW történetével ismerkedtettek meg, kedves nézőink. Mára köszönjük megtisztelő figyelmüket, a jövő héten újra jelentkezünk egy újabb érdekes márka történetével. Addig is vezessenek biztonságosan, a viszontlátásra!